A Nébik közleményében tájékoztatta televíziónkat arról, hogy október 1-én kezdődik a róka vakcinázás. Közleményükben kiemelték, a kampány nem érinti a lakott, sűrűn beépített övezeteket. Az érintett térségekben ebzárlat és legeltetési tilalom lép életbe. Az időpontokról a települések állategészségügyi és önkormányzati szervei tájékoztatják a lakosságot. Kifejtették, a veszettség főterjesztője a vörösróka, amelynek hazai állománya mintegy 60.500 egyedre becsülhető. Az immunizálás során a vakcina tartalmú csalétkeket kis repülőgépekről jutatják ki a területre, ami a lakott, sűrűn beépített övezeteket nem érinti. A program eredményességét a kilőtt rókák laboratóriumi vizsgálatával ellenőrzi a Nébik. Az eddigi tapasztalatok szerint a vakcinázott területen a rókák mintegy háromnegyede felvette a csalétket. A program sikerét bizonyítja az is, hogy a betegség az elmúlt években már csak elvétve fordul elő hazánkban. Utoljára 2017-ben Borsodabolyi Zemplén megyében mutatták ki a vírust Magyarországon, emberi megbetegedés pedig már több mint 25 éve nem történt. A kedvező járványügyi helyzetnek megfelelően a vakcinázandó területet is csökkenteni lehetett, írják a közleményben. Kitérnek arra, hogy a Magyarország a szomszédos országok közül Romániában és Ukrajnában még rendszeresen előfordul a veszettség a magyar határhoz közeli területeken is, ami indokolja a hazai megelőző intézkedések fenntartását. A vakcinázási program hozzájárul ahhoz is, hogy megőrizzék Magyarország veszettségtől mentes státuszát, amit 2021 tavaszán az Európai Unió, majd idén februárban a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal is elismert.